Megy már? Hello mindenki! Sziasztok! Szia! Ez egy ilyen fürdőszobás kibontó videó lesz, mert egyébként ide is élik a tartalom. Egyelőre, de egyébként nem ide élene, de most... Vagy még nincs az az idő, ide élik. Kicsit panaszkodok, jó? Most már divat lett a kiszállító cégeknél, hogy így úgy hoznak ki valamit, hogy nem jeleznek előtte semmit. Tehát így, ha nem nézed a nyomonkövetést, akkor gőzöd nincs, hogy valami érkezni fog. És van olyan, hogy már hiába nézed, mert már rég megérkezett, csak neked senki nem szólt róla. Se SMS, se telefon, se e-mail, semmi. Tehát vársz valamit, nem jön ki. Na most ráadásul pont a postánál volt valami, és úgy látom, hogy a posta az magasan ver mindent szemétdomtársaságban. Azt írták, hogy tegnap 8-kor már itt voltak. Tehát tegnap 8-kor mindenki itthon volt a családban, még a gyerek is. Tehát mind a hárman itthon voltunk itt, és senki nem csöngetett be, de senki nem szólt. Semmitek látták tegnap 3:30-kor. Azóta sem kaptam semmilyen értesítőt róla. Ha nem nézzük meg nem mondom a páromnak, hogy nézzem már, mert ez az ő nevén jött be, hogy nézzem már, hogy mi van ezzel a szarcsomagokkal, akkor egyszerűen lehet, vissza is küldik, mert a értesítést nem kapsz róla. Na, és akkor mutatom tovább. Ezután kapsz egy ilyen csomagot, ami így szarrá van nyomódva, gyűrve, és jól láthatólag ezt valaki kinyitotta. Tehát nem elég, hogy nem hozták ki, úgy néz ki, egy darab szar, de még ki is nyitották. Tehát ezt is valaki kinyitott, úgyhogy csak reménykedem, hogy benne lesz az, amire várunk, de ez lesz benne. Akkor térjünk rá az izgalmasabb részekre. Mi ez? Ez a Spyro cégnek van több vízipuskája, most már szerintem 5-6 éve gyártanak vízipuskákat, nagyon különleges vízipuskákat. Az a különlegesség, hogy elektromosan működnek. Ez a legújabb, de az ezzel ezelőtti legújabb már nagyon-nagyon profi volt. Igazából ennek az első, meg a második, meg most már a harmadik generációra vágytam volna, de hát ilyen 200 euró környékén van, most teszem 180, de már most akciósan volt 152 euróért, de nem azt vettem meg. És azért nem, mert hogy igazából ezt most nem magamnak vettem, persze részben mindig a játék egy kicsit az enyém. De arra gondoltam, hogy a gyerekek nyáron vagy velem, vagy egymással tudnak játszani, úgyhogy megrendeltem a Spyro Go nevű cuccból 2 is, 2 kéket, egyébként el is fogyott. Tehát ez most jelent meg múlt héten, aztán az első nap rendeltem, és már nem elérhető. És ebből van ebbe 2 szépen benne. Ezt fogjuk majd jó kipróbálni, hogy mit is tud. Sokkal kevesebbet tud, mint a profi változat. De többet tud, mint van egy gyengébb változatuk, ami pumpálós, nem elektromos, hanem egy pumpálós, annál többet tud, mert ez elektromos, viszont az eleje ennek sokkal, de sokkal, hogy néztem a videót, gyengébb, mint amire számítottam, viszont könnyű, így ez a gyerek is könnyen elbírja, sok minden is benne van, benne egy pici USB kábel, egy user manuál, meg egy screwdriver, na, nézzük meg, ja, folytassuk, jól le van zárva. Hát ez oldalra van zárva. Ja, hát itt agyírták. Tényleg a screwdriver. Ez nagyon jó. Ez rohadt jó. Az egy tényleg egy nagyon pici apró csavarhúzó. Illetve van hozzá egy USB-C kábel. Amivel lehet majd tölteni. Oké, hogy bele van varva. Van benne áram, tehát hangja már van, akkor szerzünk hozzá valamit, amivel ki is tudjuk próbálni. A méret is nagyon jó. A fürdőszobában egy kicsit sötétebb van, mint amit szeretnék. Tehát így néz ki. Van benne valami visszajelző, ez nem tudom, hogy az akkumulátornak a visszajelző. Aha, ezért van hozzá egy csavarhúzó, mert csavarozó van, tehát nem simán fölhajtható, vagy egyszerűen kiszedhetetlen, ki kell csavarozni az USB töltőt, tehát úgy tudod csak tölteni, hogy azt leszereled. És itt hátul van a töltője. Ugye a profi cuccoknak, meg a kevésbé profinak idáig úgy nézett ki, hogy ezt megfutad, leraktad, és hogy lefelé nyomtad, ez magától felszívta a vizet. Ez nem tudja felszívni magától a vizet. Ezt be kell tölteni, tehát vagy egy
Nagyjából pont az a mérete, hogy egy kis üvegből, de majd ki fogjuk próbálni, simán lehet tölteni. Tehát van arra, hogy nem 400 millis a tartálya, tehát egy fél literes üvegből föl tud egyszer tölteni, vagy be tud engedni valamibe, és akkor megtelik. És innen lesz új értelme a cuccoknak, amit vásároltam mondjuk a kis összecsukható vödörnek, mert abból van kettő, meg ebből is van kettő, tehát abból lehet szívni folyamatosan, vagy szedni vizet, hogyha kint vagy és játszol vele. És az elméletek tökéletesen zár, és utána ezzel lehet majd elsütni. Elején igen, ez volt a felszívó rész, a másik van, amiben nincsen. Könnyen húzható a ravasz rajta. Ilyenkor nyer neki új értelmet a dolgok, amiket összevásároltam idáig. Se gondoltam, hogy ezt erre fogom használni. Tehát van egy ekkora vödör, ebből van kettő, mert mindenből kettőt vettem. Ezt lerakod a kettőt egymásba, és kettő irányból lehet egymásra rövidőzni, és akkor mindig lehet belőle vizet szerválni. Folytassuk a gyors tesztet, hoztam közben egy kis üveget, megnézzük, hogy azzal, hogy lehet megtölteni. Elhúz. Elméletileg ennek a szája nagyjából megegyezik ezzel. Tehát ha elkezdem is beletöltöm, akkor ezzel egész könnyedén lehet beletölteni a vizet. Ez egy fél literes üveg, és ugye megnézzük, hogy mennyi megy bele. Ez így, ugye el is nyelte. El is nyelte a tartalmát. Fontos kérdés, most így becsúsztattam, betöröljük szárazra, hogy mennyire folyik belőle. Ez úgy nézem, hogy ez zárt, tehát nem folyik ki belőle, ami egy fontos dolog. Ne csöpögjön nagyon vissza. Jó. És akkor most így a próba, azért valami visszafolyik, tehát nem százas, valami víz kijött, nem tudom, hogy hol. És akkor az első éles tesztet lessük meg. Persson shootingos videót csinálni, így kell mérni, ha? Úgy, azon is látom, vissza kell csúsztatni, ezt vissza kell csúsztatni. Ez az. Egyes lövéseken kívül lehet olyat is csinálni, hogyha húzod folyamatosan a ravaszt. No, így nem telik meg rendesen, csak félig. Még ilyenkor így valami vissza is folyik. Szóval azt kezdtem ezzel, hogy lehet kétféleképpen, hogyha húzom a ravaszt, egyszer, akkor lehet egyes lövéseket, de ha nem így akarom, hanem fogom és ízére rakom, tehát meg fogom is folyamatosan húzom a ravaszt. Akkor addig jó, amíg kínálkod, meg amíg el nem engeded. Próbáljuk megszámolni, hogy így mennyit lehet vele lőni egy teli tárból. Hát egy ilyen bő 70 volt szerintem, nem tudom, közben rontottam-e, de egy 70-72 kijött belőle. Az nem rossz. Hát verítésnél van egy csomó rész még benne, amely bele tud gyűlni a víz, és akkor folyik elég rendesen belőle. Tehát itt ilyen mindenféle ilyen kisebb rések, redők. De közben észrevettem, hogy van egy nyakba akasztónak való kialakítás, tehát lehet nyakba is oldani. Itt is van valami luk bent, tehát egy csomó olyan luk van benne, ami megtelik vízzel. Persze azért nem akar, az inkább csak félig, vagy ilyen kétharmadik telik meg, ha merített. Próbáltam más eszközt, hogy biztos, hogy túl szűk esetleg a szája a vödörnek, és azért nem telik meg. Nem tudom, miért gondoltam fizikából, hogy ez így más lesz. Próbáltam egy szélesebb szájúval, de azon sem akar megtelni rendesen. Igazi bekapcsoló gombja nincsen a dolognak. Így amikor jelzőbe van kapcsoló, ugye így meg amikor nincsen. Az egyetlen dolog, amivel elindítod, az maga a ravasznak a meghúzása, és utána, hogyha nem húzod meg, utána 5 percen belül, az 5 perc múlva le fog kapcsolni. Tehát teljesen automatikus benne a rendszerításikon. Régen volt bekapcsolgomb, ezen az a bekapcsolás, hogyha meghúzom a ravaszt fekete,
és ezzel be is kapcsoltam. És innentől kezdve, ha nem húzogatom, akkor 5 perc múlva lekapcsolom.